beszélgessünk a jövő évi keretünkről, haladjunk akkor posztokról posztokra, kezdjük talán a kaposainkkal. Rajna Miki, a Sági Márt, illetve a Monostori Tomi azok, akik ugye alkotják a jövő évi keretünket. Talán ez az a pozíció, ami a legbiztosabb, a kapus pozíciónk. Nyilván minden csapatépítés itt kezdődik. És úgy gondolom, hogy nálunk ez három fiú, ez nagyon megadja ennek az alapját. Ugye Mikit nem olyan kell bemutatni, ugye a válogatott első számú kapusáról beszélünk, két éves szerződést sikerült vele kötnünk, ami úgy gondolom, hogy az egy óriási siker. A Máté ugye frissen érkezett, ugye azért benne megvan egy három évnyi Ersze Liga tapasztalat ugye a Vasasban, illetve a Győr csapatában. Közel 70 meccset védett ez alatt a három szezon alatt, úgyhogy sikerült neki megszerezni azt a tapasztalatot, ami maga biztossá teszi a kapuban. Amikor a Mátéval beszélgettem, én nem árultam zsákba macskát, és nyilván elmondtuk neki, hogy mi a Miki mögé keresünk valakit, és Máté volt az első számú opciónk erre, mert ismerem régóta. Ugye a Vasasban, illetve a Győrben 50-50-ben feleztek konkrétan ugye a Bazsival. Itt ez nem lesz valószínűleg, tehát ez az elsődleges terv. De mindenképpen szeretnénk több lehetőséget adni a Mátinak, mint amit sikerült a Levinek tavaly. Illetve ugye ott a Tomi, aki ugye egy fiatal kapusról beszélünk, aki már tavaly is velünk edzett. Amikor kapus, ugye amikor a Miki meg a Levi covidos volt, akkor megkapta a lehetőséget Győrben, és rendkívül jól élt vele, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt az, hogy neki is bizalmat szavazunk, és reméljük, hogy minél messzebb jut a pályafutása során. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a három fiú rendkívül jó alapot ad arra, hogy egy jó védekezésen alapuló csapatot láthassunk jövőre. A hátvédek közül kezdjük azokkal, akik maradtak. A Phil, neki ugye két éves szerződése volt, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ő marad, de ha egy éves szerződése lett volna, akkor is szeretnünk volna bele hosszabbítani, mert nagyon stabil hátvéd. Nem játszik látványosan, de hátvédektől nem is kifejezetten azt kérjük, hogy valaki látványos legyen. Jó, hogyha megvan a balansz a támadó és a védekező hátvédek között, illetve a két irányú hátvédek között, úgyhogy Phil ezt nagyon jól ki is vitelezi a jégen, úgyhogy nagyon örülünk neki. Dani, ugye a kis Dani is maradt, szerettük volna mindenképpen, ugye egy magyar válogatott bőkeret hátvédről beszélünk, nagyon stabil, nagyon örültünk neki, hogy tavaly vissza tudtuk hozni, és ő is szeretett volna maradni. Úgyhogy reméljük azt, hogy folytatja a jó szereplését, illetve mivel ő is már rutinosabb évről évre, szeretnénk, hogyha ő is kivenni úgymond a részét, hogy a fiatalok integrálódását a felnőtt csapatba, hogy segítse őket, hogy tanítsa őket. Úgy gondolom, hogy a Daniban ez működni fog. Poki. A Poki, én ismerem 7 éve, úgyhogy nagyon jól fejlődik évről évre. Nem volt kérdés ő se, hogy maradjon általunk, illetve a vezetőség által is. Van hova fejlődnie még. A koronkizatalokban sokat kell neki fejlődni, illetve szeretnénk, ha lenne egy olyan szezonja, hogy sérülésmentes legyen. Ez neki nagyon sokat kell dolgozni pluszban. És nem feltétlenül a konditeremre gondolok, hanem a mobilitásra és a hajlékonyságra és a többi ilyenekre. Úgyhogy jó lenne, hogyha ebben is előre tudna lépni, mert az akár adhatna egy ilyen kezdőrúgást is a további karrierében. Balázsi Marci. Talán az akadémiáról az egyik legtehetségesebb játékosról beszélünk. Régóta figyeljük őt, próbáltuk fokozatosan beépíteni a felnőtt csapatba, nem egyből bedobni a mély vízbe. Amikor edzésen fönn volt nálunk, rendkívül jó teljesítmény nyújtott, amikor meccseken játszott, szintúgy. Nem az a nagyon stresszelős alkat, ez nagyon pozitív. Neki a fizikai erőlétén kell dolgozni ahhoz, hogy a ligában helyt tudjon állni rendszeresen. És ugye jöttek új játékosaink is, a Tornyai Gábor személyében. Ismerjük őt, egy nagyon jó karakter,
az öltözőben nagyon nagy segítség lesz, illetve olyan mérete van és olyan tapasztalata, ami nekünk a jégen, illetve a play-offban is nagyon-nagyon hasznos lesz majd. Két légiós hátvédünk lesz, ugye az egyik a Dusánk Metz, ő is ugye a Győrből, illetve a Vasasból érkezett, nem zsábú macska, tudjuk, hogy mit tud, rendkívül erős fizikummal rendelkezik, nagyon-nagyon magabiztos a saját harmadban, sokat lép fel a támadással, úgyhogy egy nagyon jó két irányú hátvédnek igazoltuk, úgyhogy reméljük, hogy tovább tudjuk még fejleszteni, és egy jó teljesítményt a szezonban. Illetve a finn hátvédünk, ugye a Ville Järvinen, közel 2 méter magas, rendkívül jól játszik a saját harmadunkban, rendkívül stabil. Nagyon jók az első passzai kiindulásnál, amivel támadást könnyedén tud építeni a csapat, úgyhogy ezekben nekünk nagyon hasznos lesz. Illetve nyilván szeretnénk őt emberelőnyben is használni, mert jól mozgatja a korongot. Akkor folytassuk a csatárokkal, és kezdjük ugye egyből azokkal, akik maradtak. Ugye Benk András, kezdjük a kapitánnyal. Nagyon fontos láncszeme a csapatnak, ez nem is szeretném nagyon túragozni. Szeretnénk, hogyha lenne egy sérülésmentes szezonja. Nem igazán tehetett az előző sérülésekről is. Egy szerencsétlen dolog volt, úgyhogy reméljük, hogy a következő évben, években ezt elkerüljük őt. Németh Ati. Azt hiszem, az Ati bebizonyította az előző évben, hogy mennyire képes a mi szisztémánkban játszani, és mennyire hasznos tagja tud lenni a csapatnak. A playoffban abszolút egy húzó egyéniség volt. Úgyhogy az ő játéka az nagyon fontos a mi csapatunknak, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ő is velünk marad. Kis Patrik, ő ugye újonnan érkezett tavaly. Sokat láttunk benne, és meg is kaptuk azt, amit vártunk tőle. Nyilván egy top 6-os szerepkörben kell a Patrikot használni, mert ott lehet kiaknázni az ő erényeit, amit meg is tett. Jó lenne, és szeretnénk, ha tudna még egy szintet lépni. Ehhez nagyon sok munka kell, és neki is fejlődnie kell a játék több elemében, de egy nagyon motivált srácról beszélünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg tudja ezt ugorni. Kovács Alex hasonló cipőkben jár, mint a Patrik. Annyi, hogy ő ugye fiatalabb 2 évvel, szintén egy top 6-os szerepkörben tudjuk őt elképzelni, mert az ő feje, az ő nyugodtsága és az ő agilitása egy ilyen szerepkörben tud kibontakozni. Ezt ugye tavaly is bebizonyította, kell még fejlődnie, mindenkinek kell fejlődnie, neki is, de szintúgy nagyon akarja, és biztos vagyok benne, hogy ő is meg tudja ugorni ezt a következő szintet. Benji. A Benji a mi motorunk, bármilyen szerepkörben tud játszani, és itt most nem arra gondolok, hogy hátvédet is elhakizott egy mérkőzés, amikor problémába ütköztünk, hanem emberhátrányban, hosszabbításban, ötözőben. A saját játékát játsza, és az nagyon jól, nagyon stabil, nem ingadozik, nincsenek hullámhegyei, völgyei. Mindig lehet rá számítani a kritikus pontokban, úgyhogy ő nagyon hasznos játékos a csapatunknak. Kovács Sebi. Sebiben figyelhető meg leginkább az, hogy hogyan fejlődik évről évre, és évről évre egyre több lehetőséget kap, él is vele, ő is tudja, jól voltak vele problémák, és voltak vele problémáink, de Ásnának belőtt a fejlágya, talán ez a legjobb megfogalmazás. Rendkívül hasznos volt az előző szezonban, nagyon fontos gólokat is szerzett, emberhátrányban zseniális, amiket csinál, nagyon sok munkát tesz bele a játékba, próbál mindig szisztémán belül maradni, és így abszolút nagyon hasznos tagja a csapatunknak. Balog Bence, ugye a tavalyi szezon volt az első neki, nyilván nem könnyű, amikor egy új csapathoz szerződsz, főleg amikor már nem vagy annyira fiatal, és amikor az anyaegyesületet hagyod ott, ez nem egy egyszerű dolog, ő ezt nagyon jól megugrotta. Neki fontos az, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtson. Őt úgy éreztük, hogy a szezon vége felé kicsit úgy elfogyott. Ezt ő is tudja magáról, úgyhogy azon dolgozunk, hogy ez ne történjen meg, hogy igazából a playoffba kell a legjobb formába kerülni, úgyhogy nagyon fontos az nekünk, hogy ő is a playoffban a legjobb teljesítmény nyújtson. Kai Just. Ugye neki is 2 éves szerződése volt, egy játékszervező, playmaker centerről beszélünk, rendkívül hasznos.
nagyon jól irányítja az adott sort, nagyon jól kontrollálja a mérkőzést, tudja, mikor kell lassítani, gyorsítani a játékot, ez nagyon fontos. Örülünk, hogy 2 szerződést kötöttünk vele, és örülünk, hogy jövőre is velünk lesz. Rászlófi Boti jövőre teljes értékű tagja lesz a csapatunknak. Rendkívül gyors és energikus játékosról beszélünk, egy tökös srác, aki nem fél belemenni a csínybe. Ez nagyon fontos egy fiatal játékosnál, aki ide hozzánk fölkerül. Mi biztos, hogy vagyok benne, hogy meg fogja kapni a lehetőséget arra, hogy megmutassa magát ugyanúgy, ahogy tavaly is már volt pár lehetősége. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hova tud még fejlődni. Jöttek ugye újonnan érkezők is csatárposzton, ugye a Madácsi Beni. Én a Benit ismerem régóta, nagyon szeretem a játékát. Egy olyan szerepkörbe igazoltuk, amiben ő nagyon jól tud működni. Jó mérete van, jó korcsolyázik, energikus, agilis. Ha kell, akkor agresszíven tud játszani, tehát minden korongért megküzd, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ledobja a kesztyűt minden mérkőzésen, de nincs számára elveszett korong. Ezek nagyon hasznos tulajdonságok, főleg abban a szerepkörben, ahova mi szánjuk őt, és úgy gondolom, hogy ő ebben nagyon jól fog működni. James Orban, neki ugye ez lesz az első profi szezonja. Láttuk rajta azt, hogy elképesztően mennyire akarja ezt. Szeretett volna hazajönni Magyarországra, és itt kell megkezdeni a profi pályafutását. Szintén egy olyan szerepkörbe szánjuk őt, amiben pont meg tudja mutatni azt, hogy mennyire akarja ezt az egészet. És úgy gondolom, hogy ez az akarat erő, és ez a hozzáállás, ez példaértékű lesz nem csak a fiataloknak, hanem az egész csapatnak. Kíváncsian várjuk azt, hogy mit fog tudni mutatni nekünk. Két légiós csatárunk lesz a szezon elején. Az egyik az Alexander Peresunko. Egy ukrán fiúról beszélünk, akit a két Magyarország elleni felkészülési meccsen néztünk ki. Rendkívül gyors játékos, ugye mi viszonylag fiatal fiúról beszélünk. Rengeteg pontot szerzett az elmúlt években. Ugye Major Junior ligában is játszott nem keveset, ugye Észak-Amerikában. Ez egy nagyon fontos pont volt nálam. Ha mondjuk csak Kelet-Európában játszott van, akkor lehet, hogy nem igazoljuk le. De így, hogy van volt ilyen múltja, és ott is rendkívül jó teljesítmény nyújtott, ez mutatja azt, hogy egy olyan szervezett ligában is jól tud muzsikálni, ahol fontos az, hogy jó eredményeket érjen el a csapat. Úgyhogy én egy nagyon jó fogásnak tartom, így elsőre, de várjuk ki a végét. Nyilván ez így júliusban, úgyhogy erről beszélgetünk, az még azért nagyon korai. Meglátjuk, de reméljük, hogy ez egy jó igazolás lesz. Colin Shirley Lengyelországban játszott, a Colin az előző szezonban, előtte pedig Észak-Amerikában, ott rendkívül jó pontjai voltak, és rendkívül jó játékot tett le mindig a jégre. A WHL-ben játszott, a U Sports Ligában játszott, ugye a kanadai egyetemi ligában. Úgy gondolom, hogy az ő mérete, meg az ő sebessége, az nagyon fontos lesz nekünk a következő szezonban. Illetve egy elképesztően jó srácról beszélünk, aki emberileg rendkívül jó, úgyhogy ez nagyon fontos az öltözőben is, illetve a jégen egyaránt. Ugye nem, ez abszolút. Sokan így elhanyagolható tényezőnek tartják ezt, de nálam ez nagyon fontos, mert minden az öltözőből indul ki, úgyhogy szeretnénk a lehető legjobb embereket úgymond a buszon tudni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a fiúk alkalmasok arra, hogy ez megtörténjen, és utána lépésről lépésre haladva tudunk majd előre menni. 6 légióssal terveztünk. Most jelenleg 5 légiósunk van. Tervben van, hogy szezon közben még egy légióssal feltöltjük a keretet, megnézzük, hogy hogyan alakul a csapatunk, hogy milyen posztra, milyen szerepkörbe lenne jó, hogyha lenne még egy játékosunk. De ez még a jövő zenéje, úgyhogy szeretnénk egy jó felkészüléssel gazdagodni augusztusban,
és úgy nekiállni szeptemberben a bajnokságnak, hogy készen állunk. Ugye tavaly nagyon jól alakult az, hogy a cserélődés ellenére gyorsan összeálltunk. Most jóval kevesebb új embert kell beleraknunk az üres helyekre. Ez nem azt jelenti, hogy ez könnyebben fog menni. Megnézzük azt, hogy ki hogyan reagál ezekre a szituációkra. Az biztos, hogy azon leszünk, hogy ez jól működjön. Az biztos, hogy nagyon sok kommunikáció, videózás és beszélgetést igénye. Idén ezekkel az új igazolásokkal változhat-e csapatunknak a játéka, illetve a karakterünk? Nem. Nem, ez nálam nagyon fontos, hogy mindig a védekezés az első. Tehát ezért is volt fontos az, hogy kapus poszton, mondjuk amikivel tudjunk két éves szerződést aláíratni. Úgyhogy ez a legfontosabb. Minden hátulról indul ki. Tehát egy jó támadósorral meccseket lehet nyerni, de messze biztosan nem lehet jutni. Hogy hátul nagyon fontos, hogy legyünk rendben. Egy jó védelem hozza meg a lehetőséget a támadásnak arra, hogy érvényesüljön elől. Fordítva ez nem igaz, úgyhogy mindenképp ennek kell az alapnak lennie. Távol van még a szezon, még a felkészülési időszakban vagyunk, mégis ha lehet ilyenről beszélni, vagy lehet ilyet kérdezni, akkor mi lenne az eredmény vagy teljesítmény, amivel elégedett lennél és boldog lennél? Nagyon nehéz így előre. Az biztos, hogy szerintem talán ez a szezon lesz az, amikor a legkiegyenlítettebb a mezőny. Úgy értve, hogy az eleje és a legvég között a legkisebb most lesz talán a különbség. Úgy gondolom, hogy sok-sok kikimérkőzés lesz, hogy nagyon közel vannak a csapatok egymáshoz. Amikor tényleg a pillanatnyi forma fogja a különbséget jelenteni, nyilván vannak és lesznek olyan csapatok, akik kicsit kiemelkednek a mezőnyből. Ugye gondolok itt elsősorban Csíkszeredára, Gyergyóra. De ahogyan tavaly is az alapszakaszban sikerült fölvenni velük a kesztyűt, és ott voltunk az utolsó mérkőzésen, az utolsó pontig, addig ez a mostani szezonban is és nyitott lehet. Nyilván azon dolgozunk, hogy ez megtörténjen, de az biztos, hogy nekünk nem szabad így előre elgondolkozni, hanem tényleg lehet, hogy sablon duma, de tényleg mesről meccsre kell nekünk haladni, nem szabad nagyon, nagyon hosszan előre tekinteni, mert akkor nem éljük meg a jelent, és nem előre.